dobogón, illetőleg dobogó közelben jelenleg a ceglédi asztali tenisz csapatok. A stúdió vendége Gergye Zoltán, szakosztályvezető edző, Szuperinfo CVS-e. Szia Zoli, köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. Hát akkor dobogón és dobogó közelben megadtuk az alaphangot, és igen, akkor egy kicsit részletesen arról, hogy olyan értelemben változott a történet, hogy most egy NB1-es, egy NB2-es és kettő NB3-as csapatot üzemeltet a Szuperinfo CVS-e. Ez nem így volt. Így van, a tavalyi szezonban volt egy megyei csapatunk, az most ugye megszűnt, és így két NB3-as csapatot indítottunk ugyanabban a csoportban, és hogy említetted, egy NB2-es és egy NB1-es alakulatunk van. Az NB3-as azért lett két csapat, mert bizonyos játékosok érkeztek hozzánk Csemőből, illetve Albertírsáról is, itt a környező településekről, és az ő erősségük indokoltá tette, hogy ez a másik NB3-as csapat meglegyen. A volt dilemma, amikor emellett a struktúra mellett döntöttetek, hát vagy ez egyértelmű volt a nevek alapján és a játékos állomány alapján? Egyértelmű volt, mert nem volt értelmelentebb indulni összességébe, és ugye mindig az a cél, ha az emberek szeretnek jobban játszani. Tehát, hogy igazából, igen, tehát, hogy lefele kevés-kevésbé szeret az ember játszani, főfele jobban, és hogyha már volt lehetőség is volt, akkor miért ne induljunk egy felsőbb osztályba, és hát egy kicsit úgy koordinálni is egy picit talán könnyebb, a hazai meccseket is jobban is hangzik, tehát, hogy kicsit fentebb indulunk. Igen, NB. Egyszerűbb leírni. És, igen, és ugye az NB2 maradt, viszont ott is történtek változások, jött hozzánk egy nagyon tehetséges, ügyes, fiatal játékos a kölcsönbe, a BVSC-től, a Zubor Péter, aki nagyon szépen nyer, és az ő vezéletével, illetve a Simi játszik, de nem mindig játszik, mert rengeteg Zsigmond Simi játszik, akkor nagyon nagy győzelméseink vannak, de a Tele Kristóf is nagyon szépen mellé teszi magát, úgyhogy ők is elő vannak. De menjünk sorba. NB1. Harmadik, negyedik hely? Igen, jelen pillanatban harmadik, negyedik hely. Kicsit csalóka, mert egy fordulónk elmaradt. Volt egy ünnepség, ugye 100 éves volt idén a Magyar Asztaltenisz Szövetség alakulásának 100 évét ünnepeltük, és emiatt átkerült egy forduló tavaszi szezonra, úgyhogy ezért csalóka a történet, mert valaki előre játszott, valaki nem, és nem feltétlen ugyanazt a tabellaképet látjuk, ami a realitás. De mi a realitás? Hát amúgy igazából ez, csak hogy valaki már 5 fordulón jár, valaki 4-nél, és igazából én úgy gondolom, hogy a végén is ezt kitűzhetjük magunknak ezzel a játékos állománnyal. Ugye most például itt is láthatják a kedves nézők, 11-3-ra verte a szerencset. Így van, igen, gyenge szójátékkal szerencsésen alakult ez a szerencsmeccs, mert sokkal... Hát azért ez tudás kellett, és ez egy markáns különbség. Így van. Előzetesen egy picit tartottunk attól a csapattól, mert idegenlőgősokkal játszanak, és az egyik játékosokat nagyon erősnek érezzük, de hál' Istennek a fiúk azért ilyen szempontból ránk cáfoltak, mert nagyon-nagyon-nagyon sima győzelmet arattak, és ez örömteli, mert a jövőre nézve, hogyha idegenbe is mennek a szerencse játszani, szerintem nem lett probléma. Az biztos, hogy most azért a legerősebb felállással tudtunk felállni. Ugye új igazolásunk, ugye a Sabján Gergő, aki közben külföldön is játszik, és ő ritkán áll a rendelkezésünkre. Azt nehéz összehoznunk, hogy azokon a meccseken tudja játszani, ami számunkra igazán fontos. Uh-huh. Igyekszünk ezt valahogy koordinálni, megoldani, és hát a jövőben ezt szem előtt tartani, és ezért van az, hogy vasárnap 4 órai kezdettel szokott lenni a meccsünk a hazai, ami eddig nem így volt, és ez csak az NB1-re jellemző most. Még néhány gondolat az NB2-ről, bár már tartottad? Annyi, hogy itt ugye csak annyi az NB1, hogy megtartottuk a szeredi játékosokat, ugye Zakar Kristóf, Bogárd Imre, illetve a Biedermann Dani van még benne, Tóthin Kristóf is beszáll, idéntől egyetemista, hogy már kevesebbet fog játszani, illetve van egy másik pécsi fiatal U21-es, a Faragó Barnabás, aki kicsit messzebbről jött, de nagyon szép. Most még NB1-ről beszélt. Igen, és gyakorlatilag 5-6-an vagyunk, tehát hogy nem lett probléma a csapat kiállásával, úgyhogy
nagyon stabil az egység, én úgy látom, és jó a csapatszellem is. És a MB2 is két ember. Jó, így van, az MB2, hogy említettem, ők is kellemes meglepetés, hogy a fiatalok 13-14 évesen jól teljesítenek a felnőtt MB2-be, ez egy szenzációs dolog, úgyhogy elő vagyunk. Hány? 12-13-14, így van, és akkor kiegészülünk az Ungvári Andrissal, és ha nagy a baj, akkor beugrok én is, de nem rajtam van. Hát ez az már jaj, hogyha nekem kell, de attól függetlenül én azt mondom, hogy ott is a realitás a dobogó, tehát az nagyon szépen belőhető számunkra. MB2-ben? Így van, az MB2-ben a végig, én így gondolom. Uh-huh. Előzetesen az MB3 ott van egy ilyen kicsit erősebb csapatunk, egy picivel kevésbé erősebb csapatunk, de kiesési gondunk abszolút nem lehet. Az első csapatunk az ott van, ő is elől. Meg kell említenem Ungurán Dorkát, aki szenzációsan teljesít, nagyon súlyos és úgymond sérülésből jött vissza, illetve műtét után van, nagyon szépen halad a rehabilitáció, és a vezérletével 87%-on nyert, ami szenzációs eddig, az MBH férfi MB3-ba, úgyhogy az ő vezérletével ott vannak elő a fiúk, ilyen vegyes csapat úgymond, és a másik csapat most kezd egy kicsit erőre kapni, de szerintem nekik is az a középmezőny 5.-6. hely az belőhető az év végére. Kivégeztük a csapat jelen pillanatban a csapat részét, igen, úgyhogy jelen pillanatban elégedettek lehetünk, de még nem ment le sok mérkőzés, de én pozitívan. Egyéni teljesítmények? Így van, mindenképpen kiemelném a Zsigmond Simont, aki jelen pillanatban ugye 12 évesen második az U13-as országos ranglistán, ugye január 1-től első lesz, illetve még kiemelném Kis Pétert, ő gyárról érkezett hozzánk, és erősíti a CVS kötelékét. Nálunk ez kétszer-háromszor, ugye minket képvisel, és ő is jövőre már az U11-ben fog ranglista első lenni, jelen pillanatban harmadik az U11-es ranglistán. A Siminél kiemelném az OB szereplését, nem tudom, arról volt-e szó, annó májusban volt ez az OB, de ott azt a bravót sikerült végrehajtani, hogy megnyerte az U13 egyénit, volt egy az U13 párost, az U15-ben második lett, és U15 vegyespasban harmadik. És ez egy verseny. Tehát ez azért ez egy olyan produktum, amire azért nagyon ritkán de képes. De csak a fizikai megterhelés tekintve is. Hát gyakorlatilag 11 páros, 9 egyénit játszott 3 nap alatt, mert főtáblán, 12 éve gyerekként, és le a kalappal. Tehát, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény, és ez még ugye azelőtt volt, hogy ez az új struktúra, ami most van a MOAC-ba, illetve az edzéseken, a központi edzéseken felállt volna, tehát azóta már ő fejlődött, és akkor még kiemelném a nemzetköziken lévő nagyszerű szereplését, legutóbb most hétvégén 8 közt volt a VTT túron Magyarországon Szombathelyen U13-ban, illetve előtte, nagyon emlékszem, Linzbe lett harmadik az U13-asok között, és még van egy éve, tehát és még van hova. Van hova előrelépni ilyen szempontból, eredménybe is, tudásba is, és még fizikálisan jóan el van maradva a vele egykorúakkal. Hát arra nem vállalkozhatunk, hogy minden nevet felsorolunk, akik játszanak nálatok, de hányan vagytok? Összességében? Hát ugye 40 környékén, folyamatos versenyen vagyunk olyan 20-25-en, akik ilyen-olyan versenyeken, de ma benne van ugye már a felnőtt verseny, utánpótlás, korosztály, mindenki. Sok klubnál sokkal többen vannak, viszont az eredmények gyengébb. Tehát ez mindig is így volt, hogy nem voltunk mi tömegklub, mi a nehezebb utat választottuk, több időt fordítunk, igyekszünk fordítani egy-egy egyéni képzésre, és ha lehet, akkor abból kihozni a maximumot. Egy percben a Damjanich utcai csarnokról. Minden oké? Okay. Most már azért idősebb idők járnak. Igen. Ugye, fűtés rendben? Ugye 11 darab klímával fűtünk, ugye a rekonstrukció már 19-ben, 20-ban megvolt, nagyon szépen muzsikál. Ilyen szempontból én azt mondom, hogy rendben vagyunk, meg tudjuk oldani. Ugye fölmentek azért valamilyen szinten a költségek, de megpróbáljuk egy kicsit ezt kordában tartani, logikus és jó kapacitás kihasználással.
szóval nem, jelen pillanatban nem panaszkodhatunk. Amikor tudunk, ott tudunk lenni a teremben, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Szerdánként lehet jönni 6-tól 8-ig, aki szeretne is sportolni, nem csak versenyszerűen. Záró gondolatokat kérek tőled a párizsi olimpia kapcsán, ahol Ecseki Nándi szerepelt, és Harci Zsolt is ott volt, mint Almat szakmai igazgatója, szakmai vezetője. Mindkettőjüknek van köze Cegléthez. Mennyit profitált ebből Cegléd? Meg egyáltalán az asztali tenisz sport is profitál belőle. Globálisan nézve. Így van, hát Zsolt ugye mint a vágott edzője volt kint, tehát hogy ő ült mögöttük, és hát ez természetesen ceglédiként, ez természetesen nagyon, nagyon büszkék vagyunk erre a dologra, és hogy egyáltalán egy ilyen hatalmas versenyen mindketten ott lehettek. Ugye voltak beszámoltattak, és elmondták, mi van. Az biztos, hogy nekünk ebből profitálni kell. Van egy megállapodás a Nándival, hogy minket mint Ceglédi Vasutas Sport Egyesület feltüntet az ország az OB-n, ez most van kialakítása, hogy pontosan mikor lesz a felnőtt OB-n, és az eredeti klubja mellett ő szerepelni fog. Tehát ez így van, mert ugye igen, ugye a város is segített talán a felkészülésbe, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Volt egy top 12-től, sajnos nem tudott indulni, mert ez a kettő kiemelt verseny lett volna, ahol a minket, mint CVS-e képvisel, de mindenképpen mi szenzációs eredmények tartjuk egyáltalán a kiutást és az ott nyújtott vegyes páros teljesítményt, és bízunk benne, hogy a Zsolt vezérletével a Nándi marad válogatott, illetve a Zsolt nagyon sokat segít abban, hogy a Zsigmond Simonnak a szakmai útja minél töretlenebb legyen. Én bízom benne, hogy a sportákhoz és a népszerűsítéséhez ez a beszélgetés is hozzájárult. Köszönöm, hogy itt voltál. Hajrá! Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.